also wir haben sehr viele wichtige Personen, ungarische Personen gelernt. Számos ismert személy tanult a nyíregyházi evangélikus Kossuth Lajos gimnáziumban. Ezt magyarázza az iskola német szakos tanára az intézmény múzeum termében a vendégdiákoknak és pedagógusoknak. A német lesz az általános nyelv a következő napokban az Erasmus Plus programban résztvevő kossuthos és vendégdiákok számára egyaránt. Az idegen nyelv gyakorlása mellett pedig filmes feladatokat kapnak az Olaszországból, Spanyolországból, Lengyelországból és Horvátországból érkező diákok. Közel 50 vendéget látunk vendégül itt Nyíregyházán, akik 3 napig tartózkodnak itt a mi iskolánkban. Ez alatt a 3 nap alatt először a Ludas Matyi filmet nézik meg, majd ezt újra gondolva kis csoportokban, 5 csoportban, ennek kapcsán kell készíteniük rövid jeleneteket, amelyeket filmben kell megörökíteniük. A hétvégén Budapestre látogatnak 2 napban, ahol megtekintik azokat a helyeket, ahol a leghíresebb filmeket, nyilvánvalóan amerikai, angol és nem tudom milyen filmeket forgattak Magyarországon, illetve ellátogatnak egyekre a Korda filmstúdióba, mivel ezeknél a diákoknál fő feladat a filmek készítése, hogy ebbe a világba is betekinthessenek. Spanyolországból 13 diák és 5 pedagógus érkezett, akik számára a magyar kultúra jelentette az első pozitív meglepetést. Magyarországról korábban nem sok mindent tudtam, úgyhogy a mostani egy kiváló lehetőség arra, hogy megismerjük ezt a helyet. Ma reggel már láttunk magyar néptáncot, nagyon szép az a népviselet, ami a lányokon volt, és az előadás is nagyon tetszett mindannyiunknak. A Kossuth Gimnázium 2019-ben csatlakozott az Erasmus programhoz. Az iskola filmes projekt mellett részt vesz a béke, valamint a művészeti projektben is. A diákok és pedagógusok már több külföldi úton részt vettek, és idén is lesz még törökországi és spanyol útja a résztvevőknek. Az iskola igazgatója szerint nagy a fogadókészség a program iránt. Nem csak az idegen nyelvszakos kollégák érdeklődnek iránta, hanem nagyon szívesen bekapcsolódnak a más szakos kollégák. Most adott esetben, ugye mivel ez egy ez ugyan filmes projekt, de nagyon sokat segít a rajzos, történelmes magyaros kollégák, akik itt a mai napon a gyerekekkel foglalkoznak. A 3 nap során az iskolán túl a város nevezetességeivel és a Sóstói Falu Múzeummal ismerkednek meg behatóbban a külföldi diákok és pedagógusok.